Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, köszöntöm a sajtó képviselőit. Nagy tisztelettel köszöntöm Herceg Tamás országgyűlési képviselőnket, valamint Zalai Mihály urat, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnökét. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat és ellátogattak a mai projektnyitó eseményünkre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a TOP plusz 1.2.1 kötőjel 21 kötőjel BS1 kötőjel 2022 kötőjel 00011 azonosítószámú belvízelvezető rendszer fejlesztése Kondoros városában című projektnyitó eseményén vagyunk most jelen. Erre kaptak meghívást és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és ellátogattak Kondorosra. Ezen alkalmunk nem csak egy ünnepélyes projektnyitó esemény, hanem egy ünnepélyes munkaterület átadás is egyben, mint ahogy a mögöttünk felálló gép már ezt mutatja, hogy munkára várva sorakozott itt föl. Adódhat a kérdés a tisztelt jelenlévőkben, vagy a kedves nézőkben, hogy amikor 2022-ben történelmi asszály sújtotta Békés Vármegyét és Magyarországot, van-e szükség az önkormányzatoknak, van-e szükség a településeknek olyan tartalmú projektekre, olyan műszaki tartalom megvalósítására, ami a belvízvédelmi művek felújítására, megújítására és infrastruktúrális fejlesztésére szolgál? Hát azt kell mondjam önöknek, és akik ezt a kérdést megfogalmaznák, hogy igen, szükség van erre, hisz a biztonságérzetünket növelik az ilyen fajta beruházások, hisz ugyan most békeidőket élünk a belvízi veszélyeztetettségben, de nem volt ez mindig így. Kondoros város polgárai, és főleg a tőlünk idősebb generációk élénken tudnának mesélni arról, hogy Kondoroson visszatérő probléma volt a belvíz. Egészen 1974-75-76-os években is elöntötte a település több részét a belvíz, amikor is ennek kiküszöbölésére az akkori vezetés elkezdte a település belterületén a belvízvédelmi művek kiépítését. Majd ezt követően egy 20-25 év elteltével 1997-98-99 és a 2000-es években szintén megjelent a belvíz a településen, nem csak a település belterületén, hanem a külterületi részeken is, nagyon komoly károkat okozva ezzel a mezőgazdaságban, nagyon komoly károkat okozva ezzel a lakóingatlanokban, és ezen belvízi elöntöttség mérséklésére épült ki továbbiakban is, és ezt a korábbiakban megépült árokrendszert bővítve a belvízelvezető csatornáknak a nagy többsége. És ekkor épült meg a településünket körülölelő övárokrendszer, ami azt gondolom, és azt kell, hogy mondjam, hogy talán megoldotta azt a belterületi belvíz által fenyegetettséget, ami a korábbi években és a korábbi elöntések idején tapasztalható volt, hisz ez a település körülölelő övárok rendszer, aminek a teljes hossza közel 8 km, ez azt a célt szolgálja, hogy a településre dél-dél-kelet két sopron irányából a Kondor, valamikori Kondor folyó medrében érkező nagy mennyiségű vizet megcsapolja a település külterületén, és a települést megkerülve, a várost megkerülve viszi el tovább az Újszörhalmi csatornába, és nem érkezik már be a településre ez a nagy tömegű felszíni víz. Azonban ezek a belvízvédelmi művek, belvízvédelmi létesítmények idővel, az idő múlásával elhasználódnak, feliszapolódnak, az átereszek, az árcsatornák átereszei esetenként beomlanak, és már nem tudják ellátni azt a funkciót, amire megépültek. Pont ezért szükség van az ilyen jellegű infrastruktúrális felújításokra, az ilyen jellegű fejlesztésekre, mert éberek kívánunk maradni, megkívánjuk óvni a településünk lakóit, a lakóknak az értékeit, a belterületi ingatlanokat. Az elmúlt két évtizedben
Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ezeket a belvízvédelmi létesítményeket karbantartsa, felújítsa és szinten tartsa, éber legyen, hogyha érkezik még egy ilyen belvízi elöntés, akkor ezek el tudják látni a funkciójukat. 2008-ban Kondorosváros önkormányzata konzorcium vezetője volt egy Békésvár megye 16 települését érintő belvízrendezési programnak, ebből Kondorost érintően több mint 96 millió forint értékben valósult meg belvízvédelmi fejlesztés. Majd 2011-ben egy szintén konzorcium vezetői szerepben tetszelgett Kondoros, akkor 4 települést ölelt fel egy belvízvédelmi program, amelyből 117 millió forint értékben történt fejlesztés. Majd a top terület és település fejlesztési operatív program keretében pedig közel 135 millió forintot nyert el az önkormányzatunk, és szintén fejlesztette ezeket a belvízvédelmi műveket. Itt arra kell gondolni, hogy a földbedrű árkok burkolása történt meg, vagy a már burkolt árkok rekonstrukciója, a zárt csatornáknak a kitisztítása, vagy az esetlegesen beomlott zárt csatornáknak a felújítása, vagy a városunk szívében található záportározónak a kotrása, térfogat növelése, és sok olyan munkálat, ami azt a célt szolgálja, hogy ez a rendszer el tudja látni azt a funkciót, amire megépült. És akkor eljutottunk ahhoz a programhoz, aminek az ünnepélyes projektnyitóján vagyunk jelen, ez pedig nem más, mint a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében elnyert forrás, és amelynek keretében továbbfejlesztjük a város belvízvédelmi rendszerét. Itt több mint 117 millió forint összegben valósítunk meg fejlesztést és beruházást. Itt is földmedrű csatornáknak a burkolása, a zárt csatornaépítés fog megtörténni, valamint, ha már említettem a felvezetőmben az övárok rendszer, kiépült övárok rendszert, az övárkokon is és az övárok egyes pontjain is meg fog valósulni fejlesztés. Köszönettel tartozunk Magyarország kormányának és képviselő úrnak, hogy Kondoros ezt a forrást elnyerhette, és ezen projekt megvalósításával tovább nőhet a kondorosi polgárok biztonságérzete, és ezzel a most átadott munkaterülettel el fog indulni ez a program, és reményeink szerint heteken belül, vagy pár hónapon belül ennek kézzelfogható eredménye lesz, és további fejlődést érhetünk el Kondoros városában. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és szeretném felkérni Zalai Mihály elnök urat, a Békésvár megyei önkormányzat elnökét, hogy ossza meg gondolatait önökkel. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő úr. Köszönöm szépen a meghívást. Az elmúlt percekből azt gondolom mindenki számára kiviláglott, hogy polgármester úr fejében nagyon-nagyon pontos tervek vannak Kondoros fejlesztésére. Nagyon jól ismeri a települést, nagyon jól ismeri a település igényeit, és 2019-ben, 20-ban, akkor, amikor a településfejlesztési operatív program plusz előkészítése történt, akkor a Vármegyei Önkormányzattal, vagy akkori nevén Megyei Önkormányzattal minden település tárgyalásokat folytatott, minden településről igyekeztünk begyűjteni azokat az igényeket, amelyek megvalósítására a következő években, így a 21-27-es uniós ciklusban, ebben a pénzügyi időszakban szükség lehet. Azt tapasztaltam már a top pályázatok átadóin is, hogy ez az előző ciklusban is sikeres volt, és sikerült azokat a fejlesztéseket megvalósítani, amelyek valóban szükségesek voltak egy-egy település számára. Egy olyan jellegű település, mint Kondoros, amely bár nem járásszékhely, de mindenképpen kihatása van a környező kisebb településekre. Az ilyen települések esetében különösen fontosnak tartom azt, hogy azokat a szolgáltatásokat megerősítsük, azoknak a szolgáltatásoknak a színvonalát tudjuk emelni, amelyel egy ilyen település, mint Kondoros fel tudja venni a nagyobb városokkal, nagyobb településekkel a Vármegyében a versenyt élhetőség szempontjából, és tud olyan szolgáltatási színvonalat nyújtani az élet minden területén, amely elegendő ahhoz,
hogyha helyben van munkahely, vagy hogyha a közlekedés megoldható a munkahelyre, akkor érdemes legyen itt maradni, érdemes legyen ezt a barátságos, otthonos, szerethető, ismert közeget választani életterül, és hiszem azt, látva az itt megvalósult fejlesztéseket, hogy Kondoros az elmúlt években ebbe az irányba tudott sikeresen elmozdulni. 2014 és 20 közötti időszakban több mint 2 milliárd 141 millió forint, ha pontosan emlékszem, talán ennyi forrás érkezett csak a területfejlesztési operatív programból Kondorosra. 9 projekt tudott sikeresen megvalósulni. Én köszönöm polgármester úrnak ebben az együttműködést, hiszen a Vármegyei Önkormányzat folyamatos koordinációja és segítségnyújtása mellett ez volt ugye a feladatunk, tudtuk ezt megvalósítani. És gratulálni szeretnék a megvalósított projektekhez, és nagyon örülök annak, hogy a Top Plus-ban is már eddig 4 nyertes projektről számolhatunk be, több mint 700 millió forint értékben, és az egyik ilyen projektnek a munkaterület átadásán állhatunk itt közösen. Én bízom benne, hogy ebben a ciklusban sem fogunk és fog Kondoros megállni, hiszen lesznek még olyan források, olyan lehetőségek a területfejlesztési operatív program pluszban, amelyek a későbbiekben még érkezhetnek ide. Az is látszik a Kondoroson megvalósult fejlesztésekből, hogy a település vezetése komplex módon gondolkodik, minden lehetőséget igyekszik és igyekezett kihasználni a fejlesztések megvalósítása érdekében, így ebben a ciklusban is a gyermekekre, az idősekre gondolva, a közlekedési lehetőségekre, és így a belvíz elvezetésre is gondolva nyújtott be pályázatokat. Felmerülhet persze, hogy ebben a száraz időszakban, amelyet az elmúlt években éltünk, élhettünk meg, miért van most szükség erre, azt látszik, és szakemberek azt mondják, azt írják le különböző tanulmányokban, de ez látható a különböző statisztikai adatokból is, hogy a csapadék mennyisége bár lehetséges, hogy csökkent mondjuk az elmúlt 10 évben, sok éves vagy hosszú átlagokat tekintve, azonban annak eloszlása az a sokkal kiszámíthatatlanabbá vált, és így a csapadékvíz és a belvíz elvezető projekteknek az indokoltsága talán még inkább tetten érhető, mint korábban. Én nagyon örülök annak, hogy egy helyi vállalkozó nyerte el ezt a tendert, bízom benne, hogy kiváló és minőségi munkát fognak végezni, ez sok sikert és jó egészséget kívánok, a kondorosiaknak pedig az, hogy élvezzék ennek a hasznát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tisztelt polgármester úr, elnök úr, kedves munkatársai, az írott és elektronikus sajtónak, kedves megjelentek. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni azt a véletlen egybeesést, hogy ma a vízvilágnapja van, ugye? És hát ugye a vizet, mint az egyik legfontosabb természeti kincsünket óvnunk kell, és bármilyen körülmények is állnak elő az életünkben, a glóbuszon gondoskodnunk kell arról, hogy mindannyiunk számára jusson, és nem csak az emberek, hanem az állatok, növények számára is megfelelő víz, egészséges víz. De a víz az nem csak az élet, hanem időnként ugye kockázati tényező is lehet az emberi élet szempontjából, és egy felelős városvezetés nem csak a jelenben él, nem csak a jelenben gondolkodik, hanem gondol arra is, amit például elnök úr mondott, hogy a klímaváltozás, amire szokták mondani, hogy nem terveznünk kell, hogy hogyan készülünk majd föl rá, hanem hogy tennünk kell, hogy a klímaváltozás hatásait kivédeni, kiküszöbölni tudjuk, a káros hatásait csökkenteni tudjuk. Tehát, hogy az a hektikus és egyenletlen eloszlású csapadék mennyiség, ami Magyarországot és ezen belül az Alföldet, Békés megyét érinti, az bizony indokoltá teszi ezt a fejlesztést, ami a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretei között valósul meg. Talán 22 ponton történik, vagy 22 szakaszon történik beavatkozása belvízvédelem terén itt Kondoroson, és hogyha sorra vesszük valóban azokat az eddig elnyert forrásokat, amiket a Top Plusból nyert Kondoros, akkor láthatjuk a
a sokoldalú gondolkodást, gondoskodást, hiszen épületenergetikai korszerűsítés történt már ebben az esztendőben, kerékpárút építés, illetve óvodafejlesztés indul majd, és bő egy esztendőn belül ez a 117-118 millió forintos beruházás is célhoz ér. Majd én azt kívánom polgármester úrnak, hogy ahogyan eddig is a közel, illetve most már mondhatjuk, hogy a középmúltban is a település, a város lakosságának igényeit, szükségleteit felmérve tervezték meg a fejlesztéseket, beruházásokat, ez a következő időszakban, konkrétan ez év júniusától is ugyanígy történhessen. Majd köszönöm szépen a figyelmet, a kivitelezőknek jó munkát kívánok, és elnök úr, szavait szeretném visszhangozni azzal, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a helyi vállalkozók jussanak lehetőséghez, és ezt minden lehetséges és jogilag legitim körülménnyel támogatni, biztosítani kell. Úgyhogy jó munkát kívánok a kivitelezőnek. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen elnök úr, képviselő úrnak, hogy megosztották a jelenlévőkkel gondolataikat. És engedjék meg, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy azt elmondjam még önöknek, hogy ebben a belvízrendezési programban, aminek az ünnepélyes projektnyitóján és ünnepélyes munkaterület átadásán vagyunk, Kondorosváros önkormányzata egy nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a kivitelező kiválasztására, amelyre legkedvezőbb ajánlatot a gyomaendrődi székhelyű Aranytalaj BT adta. Elnök úr és képviselő úr, a helyi vállalkozók szerepéről tett említést. Ugyan Gyomaendrőd nem helyben van, de azért mégis helyinek tekintjük, hisz, mint ahogy utaltam rá, egy nemzeti nyílt eljárás keretében történt a kivitelező kiválasztása, és ilyen esetben a gyomaendrődi szomszédvárból érkező kivitelezőt helyinek tekintjük, így számunkra is öröm, hogy gyomaendrődi kivitelező dolgozhat ezen a kivitelezésen és ezen a munkán. Én tisztelettel felkérem Kovács Tibor ügyvezető urat, hogy fáradjon közelebb, és egy készfogással átadjuk a munkaterületet. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánunk, köszönjük szépen. Jó munkát. Jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy eljöttetek erre a mai eseményre, és akkor valamennyien jó, hasznos, gyors és kiváló minőségű munkát kívánunk a kivitelezőnek, és akkor azt kívánom, hogy találkozzunk legközelebb hasonló körben, vagy egy kicsit többen, amikor már átadjuk a projektet, és nemzeti színű szallagot is tudunk vágni. Köszönjük, hogy itt voltatok!